ma esti koncert az Tóth Vera Live Akusztik, szóval itt egy kaun konga dobos megoldással, egy zongora és egy szaxofonnal leszek hallható, egy ilyen minimális kis hangzásban, igazi vacsora varietés történet. Ami a dalokat illeti, vegyes körítés, saját és feldolgozás dalok hallhatóak ma este, mind a négy lemezből lehet hallani. Azért más az akusztikus koncert, mert sokkal szoftosabb a hangzás. Ugye itt nincs basszusgitár, nincs dob. A ritmust azt egy ilyen kis kaun, amin majd látni fogjuk, a Bari barátom fog majd kaunozni, Keki Gergőnek hívják. Üti a kaunt a feneke alatt, és közben mindenféle csilingelő bongó történeteket fog használni. Emellett ugye csak zongora lesz, és ének plusz a szaxofon. Most először játszom ilyen akusztikus dolgokkal. Egy kicsit most úgy döntöttem, hogy mivel így szeretek egy kicsit lájtosabban, melankolikusabban fellépni, persze ez nem azt jelenti, hogy most mindenki el fog aludni és rossz kedve lesz, hanem ez egy olyan történet, ez egy intim dolog, még intimebb, mint maga a nagy zenekar, még intimebb, mint bármi más, mert itt mindenki tényleg, minden hangot lehet hallani, és minden hangra lehet figyelni egyenként.